Június 19-én szerdán a 95. ünnepi könyvhét egyik záró eseményén a Vörösmarty Könyvtár olvasótermében Magony Imre író könyvtáros moderálásával rendeztek író-olvasó találkozót. A vendég Bárdos József, az Ember tragédiája titkaiból című kötet szerzője volt, aki nagyívű gondolatsorában megalapozottan kínál válaszokat a drámai madácsmű születésével kapcsolatos mindeddig tisztázatlan pontokra. Vörösmarty Mihály könyvtár meghívja dr. Bárdos József professzor urat. A új könyve, ami hát tulajdonképpen úgy új, hogy tavaly novemberben jelent meg, és az ember tragédiájának olyan titkaiba vezeti be az olvasót, amik egyrészt új kutatások, másrészt olyan összefüggéseket állapít meg, ami eddig az eddigi kutatások nem tettek meg. Bárdos József professzor közel 40 éve Madách Imre munkásságának kutatója. Irodalomtörténészként filológiai megalapozottsággal, egyúttal a szakirodalom eddigi kutatásaival párbeszédet folytatva a könyvében választ kínál a tragédia születésével kapcsolatos rendkívül fontos adalékokra. Középiskolai tanár voltam ifjúkoromban, és tanítottam az ember tragédiáját, és a gyerekekkel csak akkor lehet, hogy mondjam, értelmesen megértetni valamit, hogyha közösen összerakjuk, amit tudunk, és ilyenkor nagyon izgalmas kérdések merülnek fel, amikre az ember nincsen fölkészülve. És aztán mindenféle egyéb olvasmányok miatt egyszer csak az lett a mániám, hogy ezzel kezdek foglalkozni. Az érdekfeszítő beszélgetésben Bárdos professzor hangsúlyozta, kiemelten fontos feladatának tartja, hogy elemzésével, tanulmányaival az alkotást az európai identitás és a korunk emberisége előtt álló kihívások felől is értelmezze.